Cerci Silicastrumnak, a Júdásfának egy csüngőágú változatát szeretném bemutatni. Hát nagyon remélem, hogy az a neve a Cerci Silicastrum Pendula, de valójában nem tudom, mert életem először látok ilyet. Tehát a kertészet az persze egy exakt tudomány, mert hát Ácár Platon, ez korai juharű, ezt megtanulhattuk. Persze, meg azt is, hogy bírja a tűző napfényt. Aztán az elmúlt években Budapesten számtalan helyen lehetett látni, hogy megégtek a levelei. Szóval tulajdonképpen ez a kertészet, ez egy olyan dolog, hogy folyamatosan tanulunk, ez a szép benne, nem lehet megunni. És én most életem először látok valamit, amiről próbáltam kikövetkeztetni, hogy mi az, és nagyon remélem, hogy az. Hát nézzék meg, hát egészen fantasztikus. Itt egy ilyen kanál és egy ilyen csatorna mellett vagyunk tulajdonképpen. Tehát egy ilyen vizenyős táponyagban, dús, laza szerkezetű talajban vannak beültetve ezek az egyedek. Tulajdonképpen egy ilyen 80-120 cm-es tőtávra. Talán egy régi faiskolai, tehát itt egy kertészetben, egy faiskolában vagyunk most, talán egy régi faiskolai táblának a szélét hagyhatták meg. Lehet látni azonban így is, hogy ez mennyire csodálatos. Úgyhogy tulajdonképpen ezek szerint akkor létezhet egy ilyen csüngőágú júdásfa, és hát látjuk, hogy mennyire fantasztikus. Ugye maga az alapfa is gyönyörű, ami Magyarországon ugye elérhető, a kertészetemben is forgalmazom, meg nagyon sok helyen lehet látni. De hát kérem szépen, különösen, hogy egy picikét most itt távolabb megyünk, egészen nyugodtan menjünk, legalább egy 6-8 métert, mert igazából kell legalább ennyi, hogy egyáltalán be tudjuk fogadni ennek a növénynek a különleges habitusát. Tehát azt gondolom, hogy ez így most a friss, üde, kora tavaszi lombozattal is gyönyörű, de én azt gondolom, hogy egyébként ősz végén vagy télen is nagyon-nagyon szép lehet. Úgyhogy hát, hogyha valakinek egyébként van ilyesmi a kertjében Magyarországon, azt kérem írjon nekem, mert akkor szívesen elmennék megnézni. De az biztos, hogy most nekem is felkeltette a figyelmemet. És hát a tetején az a bókoló hajtás, az a bókoló vesszők ága, azok egy picikét a Fagus szilvatica pendulára emlékeztetnek, annak van ennyire gyönyörű szép megjelenése, de az biztos, hogy örülök, hogy ezt megtaláltam, és most megmutathattam önöknek.